Elnök úr, tisztelt ház, ne tessenek ijeszgetni bennünket Matolcsi bébikkel. A helyzet az, hogy a kormányváltástól máig tekintő összevetésben látható az, hogy körülbelül 90 ezer, és aztán körülbelül 88 ezer 50 az évente megszületett gyermekek száma. Semmiféle Matolcsi féle baby boomról nincs itt szó jelen esetben. Mi nem vagyunk ellendrukkerek, bárcsak így lenne. Bárcsak sikeres lenne az az út, amin látszólag elindult a kormányzat. Az a problémánk, hogy bár látszólag mintegy 160 milliárddal több marad a családoknál, pont az a költségvetés, amiről most tárgyalunk, többek között a Szélkámán 2.0 nevű 600 milliárdot pont a családoktól elvonó megszorító csomagra épül. Tehát bár az egyik zsebükbe tesznek egy kis apró pénzt, a bankókat kiveszik a másikból. Az is látható, hogy azért is igazságtalan a családi adókedvezmények rendszere, mert nem csak hogy nem tudta előidézni a születések drámai növekedését, és itt most ne havonta pár tucat gyermekről beszéljünk, aminek én nagyon örülök egyébként, hanem havonta több száz, akár ezres nagyságrendbéli növekedést kéne elérni, hanem ezen felül egy olyan igazságtalanságot is tartalmaz, amit a Jobbik által benyújtott úgynevezett negatív adó című javaslat a konstrukciója nem csak taglalt, de rendezett is volna. Ennek értelmében a gyermekszámtól függően mindenki igénybe tudta volna venni a teljes adókedvezményt, az is, aki nem olyan szerencsés, hogy olyan sokat keressen, hogy alanyi jogon a teljes kedvezményt elérhesse. Látható az is, hogy ez a jövő számára foganatosított befektetés, mely nem olyan nagyon drága a költségvetés pazarló számainak ismeretében, kamatostól megtérült volna, nem azt mondom, hogy egy kormányzati cikluson belül, de egy tisztességes kormányzás felelőssége az kellene, hogy legyen, hogy ciklusokon átívelően is képes gondolkodni, és a legfontosabb idézőjeles befektetést, ami a legfontosabb egy nemzet életében, a gyermeket és a gyermek nevelését minden tekintetben támogatja, és nem hagyja, hogy adóztatott luxuscikk legyen a gyermeknevelés, mert ma Magyarországon sajnos az. Köszönöm a figyelmet. Tisztelt ház, számomra nem jön össze a matolcsista gazdaságpolitikai bravúr kérdésköre, és az, hogy a családi pótlékok szintjét befagyasztják. Tessék már megmagyarázni nekem, hogy ez a kettő hogy találhat egymásra, mert nem találhat. És egyébként nem tudok szabadulni ettől a gondolattól, hogy itt egyfajta Matolcsi bébik boomja következett be. Hát az látható jelen pillanatban, hogy a Ratko unokák, és főleg a 74-78 között született korosztály most fog lassan kikerülni a szülőképes korból. Tehát most lenne az utolsó pillanat arra nézve, hogy valamilyen úton, módon ösztönözzük ezeket a nagyon fontos magyarokat, hogy egyel több gyermeket vállaljanak, egy második gyermeket vállaljanak, vagy sok esetben egy első gyermeket vállaljanak. Erre bármilyen gazdaságpolitikai eszközt fel lehetne és fel kellene használni. Önmagában az, hogy befagyasztják a csépét, a bölcsődei, óvodai férőhelyekkel kapcsolatos problémák ismeretesek, a gyermekvédelmi ellátórendszer hiányosságai ismeretesek, és az is ismeretes, hogy munkahelyteremtés tekintetében egyszerűen nincsenek kilátások Magyarországon. Elmondható, hogy ezt a 74 és 78 között született korosztályt a jelenlegi kormányzat szinte semmilyen eszközzel nem próbálja meg rávenni a gyermekvállalásra. Egy eszközzel igen, a családi adókedvezmények tekintetében, ugyanakkor itt elmondható, és még egyszer elmondom, a 160 milliárdos összeggel, amit látszólag itt hagynak a családoknál, szemben áll az az óriási, brutális megszorító csomag, több mint 600 milliárdos, amit viszont elvesznek ugyanezektől az emberektől. Tehát gesztus gyakorolnak, és én ezt nagyon értékelem egyébként, mert még egyszer mondom, nem vagyok ellendrukker, mindannyian azért szurkolunk, hogy minél több magyar gyermek jöjjön világra, szülessen meg. De ugyanezzel párhuzamosan ezen összeg többszörösét veszik el a magyar fiataloktól, a gyermeket vállalni készülőktől, és akkor még nem is maradt időm kifejteni azt, hogy a gyermekvállalás a munka, a lakhatás, oktatás könnyítésének a hármasságán kell, hogy alapuljon, de látható, hogy ezen három területen jelen pillanatban a kormányzat elvérzik, mi viszont annak szurkolunk, hogy sikereket érjen el, de így nem fog tudni, ahogy ebben a költségvetési tervezetben szerepel. Tehát nagyon örülök, hogy a költségvetés kapcsán az amúgy létező kihívásokhoz is eljutottunk, hiszen pont az említett népesedéspolitika tekintetében három pilléren állhatna az a siker, ami valódi siker lehetne, hogyha ezres nagyságrenddel sikerülne több ezres nagyságrenddel növelni a megszületett gyermekek számát. Ezen belül is az oktatás lenne egy nagyon fajsúlyos terület, amit későbbiekben Farkas Gergely képviselőtársam részletesebben is ki fog fejteni, de látható az is, hogy itt is a nem tandíjnak nevezett tandíj bevezetésével, és azzal, hogy a diákhitel kettőre próbálják bíztatni a diákokat, egy több éves vagy akár évtizedes eladósítási folyamatba kergetve őket, nem jelenthet megoldást, nagyon sokan emiatt külföldön kezdik meg a tanulmányaikat, és ez összefüggésben áll a későbbi külföldi munkavállalásukkal is. Tehát ez egy nagyon veszélyes terület.
A munka tekintetében látható, hogy a kormányváltás óta a regisztrált és betöltött álláshelyek száma alig tudott mintegy 1500-1900-al növekedni, de éppen a napokban a Nokia jelentette be a második leépítési hullámát, ami mintegy 900 főt érintett. Tehát látható, hogy ha a közmunkában betöltött új álláshelyek nem kozmetikáznák az állásadatokat és a betöltött munkahelyek számát, akkor mínuszban lennének sajnálatos módon, mert itt sem vagyunk ellendrukkerek a kormányváltás idejéhez képest. Végül pedig a legdurvább kitétel talán a lakhatás, hiszen a lakhatási lehetőségek megszerzésének a nehézségei vezetnek el leginkább afelé, hogy valaki adott esetben más országban próbálja azt a tőkét megszerezni, ami által a későbbiekben itthon akar érvényesülni, de ha ott következik be az első gyermek megszületése, oda kerül bölcsödébe, óvodába, nagyon gyakran nem jön haza az a család. És egy kimunkált, részletes otthon teremtési program bizony hiányzik Magyarországon, ezt a következőekben majd kifejtem részletesebben. Az látható, hogy lakástámogatási sor van ebben a költségvetésben, de az jobbára az árfolyamgát 2.0 alapján a költségvetési támogatásokat tartalmazza, és nem lehetünk biztosak benne, hogy tartalmaz akár egyetlen új lakásépítését is. Köszönöm a lehetőséget. Annak érdekében szólalnék fel, hogy Magyarországon minél több gyermek születessen, ennek harmadik ága pedig pontosan kapcsolódik egy gazdasági élénkítési vitalizáló csomaghoz, és kimondottan az otthonteremtésre gondolok e tekintetben. Az előbbiekben elmondtam, hogy a költségvetésben lényegében egy lakástámogatási sor található, ami nagyságrendileg nem az otthonteremtésről szól, hanem a banki mahinációk, spekulációk kárainak a részleges elhárításáról. De az is látható, hogyha otthonteremtésben gondolkodnánk, mondjuk egy osztrák típusú bérlakásépítési rendszer meghonosításával, mintegy 100 000 magyar szereplőt lehet a Jobbik szakértői számításai szerint bevonni egy ilyen modellbe, oly módon, hogy nem csak a lakáshoz, otthonhoz jutó fiatalok számára tudnánk nagyon olcsó bérleti lehetőséggel és pár év után egy pár millió forintos megvásárlási lehetőséggel egy átlagos méretű lakást otthon biztosítani, de elérhetnénk azt is, hogy minősítette magyar vállalkozók végezzék ne csak a kivitelezési, de később a felújítási, karbantartási és egyéb infrastruktúrális beruházásokhoz kapcsolódó munkálatokat is. És elmondható, hogy egy ilyen kiterjesztett szocpol típusú megoldás nem azt érné el, mint amit az önök kormányzása ért el, hogy bár bevezették látszólag a szocpol, de milliárdok ragadtak benne a rendszerben, és nagyon sok család ezt nem tudta igénybe venni, a bankok pedig kötelességükkel szemben nem könnyítették meg a fiatalok számára, hogy ezt igénybe vegyék, hanem bizony elérhető lenne az, hogy 100 000 ember vehessen részt egy ilyen gazdasági élénkítő csomagban, már egy cikluson belül rendelkezne ennek, megjelenne ennek a pozitív gazdasági hozadéka, tehát a belé fektetett összeg megtérülne mind a befizetett adók, mind a magyar vállalkozóknak adott megrendelések tekintetében. Látható, hogy még ebben a nehéz helyzetben is lenne mód átcsoportosításra. Konstruktív javaslatunk szerint, amit egyébként már egy évvel korábban megtettünk, az úgynevezett felzárkóztatási programokra elkülönített és a következő években elkülönített 120 milliárdnak a felét akartuk csak ide csatornázni, mert ennyit véleményünk szerint megérdemelnek a magyar családok. Köszönöm a figyelmet. Tisztelt Ház, abban szerencsés helyzetben vagyok, hogy két korábbi felszólásra is reagálhatok. Egyrészt a Fidesz képviselőitől azt kérem, hogy olvassák el saját beterjesztéseiket, saját indítványaikat és saját terveiket, ahol tételesen szerepel a nyugdíjkorhatár emelésének a szándéka. A szocialisták kezdték el ezt a 62 évről 65 évre történő emeléssel, ma pedig minden az önök által a szakmában mértékadónak tekintett közgazdász szerint, amivel én egyébként nem értek egyet, 70 év felé konvergál a nyugdíjkorhatár, és nem látják a jelenlegi rendszer fenntartása mellett kikerülhetőnek azt, hogy önök a jövőben emeljék ezt a korhatárt. Annak is nagyon örülök, hogy az úgynevezett babakötvény, az életkezdési támogatások szóba kerültek. A Jobbik a maga részéről erősen és nagyon erősen támogatja azt, hogy ez egy kiterjesztett támogatási forma legyen. Nyilván nem a 41 néhány ezer forintos alaptőkével és az erre épülő kamatokkal együtt, de azt támogatjuk, hogy inkább az állam kezelje ezeket az összegeket, vagy állami érdekeltség, mint a kereskedelmi bankok, akik már ismert garázdaságokat követtek el a magánnyugdíjpénztári vagyonnal. De önmagában, amellett, hogy üdvözöljük, hogy rokon is támogathatja az életkezdési összegeket, beépítheti ezt, és ez egyébként eddig is megvolt, mert maximum odaadta a szülőnek, és ő rakta be, de meg kell, hogy jegyezzük azáltal, hogy eltörölték azt a kalapot, egy felső kalapot, egy 120 000-est, amit be lehet tenni erre a számlára,
elmondható, hogy nagyon sokan, akik beteszik a maximális összeget, elbukják ezáltal az állami támogatást. Tehát mi egy olyan rendszert tudnánk teljes szívvel támogatni, ahol az állami támogatást akkor is mellé rakja az állam, hogyha azért egy belátható mértékig, de magasabb összeg kerül erre az életkezdési támogatási számlára, pont annak érdekében, hogy ez bármilyen célból a gyermek 18 éves korától felhasználható legyen, komoly szinten, nem csak gesztus értékkel, de komoly szinten, akár lakástámogatásra, akár életkezdésre, akár gyermekvállalásra, hiszen ez lenne a legfontosabb. Tehát még egyszer mondom, ha kiterjesztünk egy lehetőséget, egy támogatási formát, az állam óvó gondoskodó kezét önök ne vegyék el emellől, tehát az állami támogatás járjon ez esetben is, ez viszont megint csak nem jelenik meg ebben a költségvetésben. Köszönöm a figyelmet.